Decsi Bíró Adrián és Besze Erika a vendégem, Isten hozott benneteket a stúdióban. Szervusz. Szervusz, szeretettel köszönjük. Olyan programokról fogunk beszélgetni, amit a Magyar Katolikus Karitász kezdeményezett, és azt hiszem, hogy nem is most. Ezek már korábbi évekre nyúlnak vissza, igaz? Ezek a kezdeményezések. Igen, igen, azért jelentős háttere van minden programunknak szinte, főleg az országos segélyprogramjainknak, vagy ezeknek a projekteknek. Egy része azért területekre koncentrálni, arra Adri fog majd jól válaszolni. A másik része pedig mondjuk a zöld előkertek programunk, aminek a teljes neve öngondoskodó háztartások, zöld előkertek, az pedig most már közel 5 éve működik országszerte. Az előző évben 2600-an vettek részt benne, 200 településen Magyarországon. Igen, akkor ha megengeded, akkor kezdjük is ezzel, de ez is a vidéket érinti elsősorban, hiszen ugye ott van lehetőségük az embereknek egy kicsit a kertben dolgozni, én is nagyon szeretnék, de ott az emeleten, a tömbházban nem annyira lehet. Igen, bár a koronavírus kapcsán eléggé elterjedt ezek a magas ágyásoknak az elkészítése, és akár azt már egy gangon is el tudja képzelni az ember, azért a zöld előkertek az elsősorban a vidéki zöld növényeknek a termesztésére koncentrál, és ez azt jelenti, hogy karitászos segítséggel adunk mi tárgyi, eszközi segítséget, de ahhoz kell az öngondoskodás, magyarán, hogy valakinek legyen ahhoz kedve, hogy a saját kertjét megművelje. Ezt nem kell önállóan tennie, mert hogy sok helyen a települési önkormányzatok is beszállnak azért ezekbe a projektekbe és adnak erőforrást, de azért kell az, hogy eldöntse, hogy igen, én ezt szeretném csinálni, szeretném én megtermelni azt a zöldséget, amit én meg szeretnék enni. Van erre időm, energiám is, és jó is az, hogyha van mit ennem. Tehát, hogy ennek sok-sok része van ennek a programnak. És mik a fontos korábbi évek tapasztalatai? Azt gondolom, hogy jó tapasztalataink vannak, hiszen már azért 5 év alatt gyűjtöttünk sok-sokféle tapasztalatot. És hogy elsősorban az, hogy ha valakinek van egy kis vágya arra, hogy zöldséget termeljen, ahhoz azért kell mellé egy segítségnyújtás. Tehát az, hogy kitartó legyen abban. Hisz azért ez azért jelentős feladat is lehet, illetve rendszeres feladatot is jelent egy idő után. Tehát nem az van, hogy csak úgy elszórjuk, aztán majd működik az magától, hanem azért ott kell kapálgatni, kell egyelgetni, kell akár locsolni. Tehát, hogy sokféle dolgot, és pont ettől az évtől most már vetési segédletet is adunk azoknak, akik hozzánk fordulnak segítségért ebben a programban. Ez azt jelenti, hogy egy rövid leírást kapnak, hogy hogyan készítsék elő a talajt, hogy kapnak egy nagyon nagy táblázatot, hogy melyik zöldséget mivel érdemes, hogy a fokhagymát mivel nem, és mivel igen, és hogy ez segít nekik egy valós hasznos segítség. Ugye ez az a tudás, ami régen természetes módon továbbadódott, hiszen a gyerek már ott sertepert ért a nagyszülők körül, akik éppen ültették, veteményeztek, és ez, hát hogy hol szakadt meg, ugye most már olyan szempontból kár keresni, hogy az már nem segít a helyzeten, hogy olyan generációk, tehát már a második is fölnő, amelyik nem látta, hogy hogyan kell csinálni, sőt, esetleg éppen nem túl jó példát látott arra, hogy hát segélyből megoldjuk, és akkor nem is annyira szükséges, vagy létfontosságú a saját kertünkben bármit is termelni, termeszteni. Így van, így van. Talán ide kapcsolnám a másik nagy átfogó programcsoportunkat, a felzárkóztató programokat, amelyet nem csupán a Katolikus Karitász, hanem több más segélyszervezet, illetve civil szervezet valósít meg. Magyarország statisztikai mutatók alapján 300 leghátrányosabb helyzetű településén. Ezeken a településeken, ahogy a Karitász alapelve is mondják, nagyon nagy szükség van az öngondoskodás képességének kifejlesztésére. Az itt élő családok, rászoruló családok többsége olyan akár generációkon átívelő nehézségekkel küzd, hogy nem láttak jó mintákat, nem látták azt az itt felnővő gyermekek, hogy szüleik nap mint nap elindulnak a munkába, vagy hogy nem adottak át azok a tudások, igen, amelyek szükségesek lettek volna annak megteremtéséhez, hogy ők képesek legyenek saját kiskertjeik gondozásához, saját növényeik megtermesztéséhez, vagy állataik tartásához. Ebben próbál segíteni a Katolikus Karitász, illetve több más segélyszervezet az ország számos pontján. Azzal a szemlélettel, hogy
és azzal a fő mottóval, hogy akkor lesznek ezek a programok hatékonyak, ha mindennapi jelenléttel, tehát ez a fő címszavunk, hogy jelen kell lennünk a családok életében. És ez önkéntesek révén, vagy hogyan valósul meg? Ez hivatalos munkatársak, szociális munkások, helyi segítők által valósul meg a program országszerte. A pedagógusokat is bevonunk, ahol ez szükséges, ahol a gyermekek fejlesztéséhez, tanulói jellegű tevékenységek szükségesek. De mindenképp fontos, hogy olyan munkatársaink legyenek, akik a képességtételnek az eszközrendszerével rendelkeznek. Akkor érdemes minél korábban kezdeni, akár már óvodában, ugye? Igen, vannak ilyen kis óvodai kertek? Nem tudunk róla, olyanok viszont vannak, és akkor visszatérnék talán ahhoz a részhez, amit mondtál, hogy elfelejtődött ez a tudás mondjuk a saját keretművelése, hogy hát tapasztaltunk olyat, hogy vidékre költöztek nagyvárosokból fiatalok kis családdal, akik szívesen megtanulták volna, amit esetleg hallottak régebben a nagymamától, de ők maguk nem látták, mert már városi környezetben nőttek fel. Tehát nekik tudtunk segítséget adni abban, hogy tudjanak újra, vagy megtanulják azt a szaktudást, ami ehhez szükséges. Azért ez is tulajdonképpen egy szaktudás. És nekünk viszont nagyon sok, az zöldölkertek promóban nagyon sok önkéntes dolgozik. Ők azok, akik vállalják azt, hogy a családokkal kapcsolatot tartanak, hogy támogatják őket a teljes folyamatban. Úgyhogy azért nagy köszönettel tartozunk annak a 800 településen több mint 10 000 önkéntesnek, akik ezt is vállalják, ezt a munkát is a Caritáson belül. És oda mennek akár hetente ezekhez a családokhoz, vagy két hetente megkérdezik, hogy hogy van a zöld borsó, kikelte a hagyma, meg sikerült-e kiegyelni a sárgarépát, és akkor hogyan lesz majd a betakarítása ennek a dolognak. Adriana, te munkád miből áll? Tehát van olyan, hogy te is utazol, kimész, körülnézel, vagy te inkább itt a szervezésben vékenykedsz? Mindkettő jellemző, tehát komoly irodai háttérmunka is hárul ránk, de sokszor utazunk el ezekre a településekre, ahol a valódi felzárkóztató munka zajlik a családokkal. És ahogy Erika mondta, tulajdonképpen a munkánk során mind az önkéntesek által, mind a szervezetünkhöz kötődő munkatársak munkája által tulajdonképpen egész családokkal foglalkozunk, akár a zöldelőkertek, akár a házak állagmegóvását, vagy lakókörülmények jobbátételét célzó szép otthonok programunkban egész családokkal próbálunk foglalkozni, és kifejezetten ezeken a hátrányos helyzetű településeken azt szoktuk mondani, hogy munkánk akkor igazán hatékony, ha fogantatástól a foglalkoztatásig kísérjük ezeket a családokat. Családról családra megalkotva azokat a szükséges beavatkozási lépéseket, hogy az ő hátrányaik, ha nem is tudnak teljesen megszűnni, de legalább mérséklődjenek, hogy a pici babáknak megadassanak azok az egészséges fejlődéshez szükséges életfeltételek, amik az ő későbbi, akár tanulmányi eredményeikre kihathatnak. Vagy amikor egy vetőmagcsomag átadásra kerül, és a hozzákapcsolódó szaktudás is, akár önkénteseink, akár munkatársaink által, fontos, hogy valóban ezekbe a folyamatokba a kicsi gyerekeket is már bevonjuk. A minél intenzívebb önkénteseinknek, vagy munkatársainknak a kapcsolattartása a családdal, annál hatékonyabb tud lenni ez a folyamat, hogy az egész család képes legyen kicsit saját életében egy pici lépést tenni az öngondoskodás a jobb élet felé. Van is kifejezetten gyerekeket célzó programotok, ugye? Így van. Számos ilyen programelemünk van a felzárkóztató programokon belül. Az egyik most nemrég indult programunk a Fókuszban a gyermek program, ami azt a célt szolgálja, hogy az egészen pici babák, illetve már a várandós kismamák olyan tudásokkal fölvértezve és olyan eszközrendszerrel tudjanak indulni az életben, amely majd a későbbi boldogulásuknak esetleg záloga vagy lehetősége lehet. Itt egy kicsit megvilágítanám, hogy mire is gondolunk, hogy azokon a településeken, ahol egy épp megfogant pici életnek rögtön olyan hátrányokkal kell elindulni, hogy mondjuk az édesanyának nincsen megfelelő egészséges táplálékra magához lehetősége,
hiány van a gyümölcsből, vagy nem beszélve mondjuk a vitaminokról, ott nagyon nehéz, már egy alapvető hátrányból kezdi az életet az apici kis baba. Megpróbáljuk a fókuszban, a gyermekprogramon belül ezeket a hátrányokat picit mérsékelni. És ezt a védőnők bevonásával, vagy hogyan? Abszolút, abszolút, nagyon velük karöltve az ő meghosszabbított kezei próbálunk tulajdonképpen lenni, és folyamatos információcserével, együttműködéssel megtalálni azokat az utakat, hogyha egy-egy kicsi élet hátrányból indul, azt hogyan tudjuk előre lendíteni. Ez nem biztos, hogy mindig tárgyi adományokat jelent. Lehet, hogy adottak a feltételek, lehet, hogy a családnak, a kismamának van mit enni, van fűtött helyiség, ahova meg tud érkezni ez a pici baba, bár el kell mondanunk, hogy sok-sok helyen ez sem adott, és ha ilyen helyzet van, akkor bizony azonnal azt gondoljuk, hogy be kell lépnünk, hogy ne történjen tragédia. De hogyha ezek a tárgyi feltételek adottak is, akkor a hátrányos helyzetű településen élő édesanyáknak, kismamáknak nagyon sok tudásra is szüksége van ahhoz, hogy a kisgyermekeiket egy jó irányba, egy egészséges irányba tudják elindítani az életben. Legyen itt szó akár a szoptatás fontosságának tudatosításáról, vagy akár annak megteremtéséről és annak a tudásnak az átadásáról, hogy milyen fontos a pici gyermeket hasra letenni, hogy később kialakuljanak az egészséges mozgás fejlődésnek a feltételei. Ehhez próbálunk mind tárgyi eszközökben segítséget nyújtani, mind pedig tudás átadással segíteni. Így hallgatva a Caritas programjait, nyilván egy csomó mindenről beszélgethetnénk, még remélem is, hogy visszajöttök, de lezárásul talán érdemes elmondanunk, hogy egyrészt, hogy a Caritas mindenhol ott van, és a helyi munkatársak révén tényleg célba ér a segítség, a másik, hogy mostanában lehet felajánlani, azt hiszem, az 1%-ot. Igen, így van. Május 20-ig lehet ugye rendelkezni az 1%-ról, amit civil szervezeteknek lehet odaadni, ez az a bizonyos második 1%. Ezt a Caritas támogató alapítvány számára is fel lehet ajánlani, úgyhogy az interneten, a honlapjainkon megtalálható, illetve a templomukban hamarosan kikerülnek azok a plakátok, ahol ez elérhető, hogy pontosan hova vagy milyen számon kell ezt nekünk. És nagyon köszönjük, hogyha oda szánja valaki ezt, mert megteheti, és nem a közös kalapban marad, hanem mi tudjuk hasznosan felhasználni. Hogy hallható volt akár felzárkózó települések programokon belül, akár bármely más részén az országnak, ez ugye most pillanatnyilag ugye az ormánságot érinti, amit most még nem is mondtunk el, talán ez Dél-Magyarország, de azért sok más helyen is szükség van ránk, azt tapasztaljuk sajnos. Örömmel megyünk természetesen, de örülünk, hogyha van segítség abban, hogy segíteni tudjunk minél hatékonyabban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen.